Terelés során ugye a méhek megpróbálják szűkíteni a, a kiáratot és akkor úgynevezett propolis függönyt húznak a, a kiáró nyílásra, ba, belülről és akkor egy-két méh tud tulajdonképpen csak kibújni rajta. Mondja Máj Gábor méhész, a méhek télen visszahúzódnak a kaptárakba. Ahhoz, hogy sok és jó minőségű mézet tudjanak előállítani, nagyon fontos a mély családok védelme az év ezen időszakában, mondja a szakember. Ha megzavarjuk a, a méheket, akkor megbomlik ez a telelőfűrt, és a belső hő, ami belül ebbe a fűrtben belül van, ez távozik, és azonnal a méhek hibernálódnak, és hogyha hosszú ideig tart ez, a, ez az úgás, dörömbölés, akármi, abban az esetben ugye akkor elpusztulnak a méh családok. A folyamatos plusz 5 és mínusz 6 fok közötti hőmérséklet lenne az ilyenkor ideális a méhek szempontjából. A tavalyi év gyengén sikerült a méhészeknek, mivel jelentős fagykár érte az akácosokat. 2020-ban a mindenkori éves termés mindössze fele termet meg. Emelkedett is a mézfogyasztás az országban, most már kilogram fölöttiről is beszélhetünk. Az egyéb más méhészeti termékek iránti kereslet is megemelkedett az utóbbi időben. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy lehetőség szerint próbáljuk meg a hazai termékeket megvásárolni, ezzel is segítve a magyarországi termelők helyzetét.